ritmusan megy, és most már ott van a második, harmadik helyi környékén a belső ívben, sőt, Pap János fogadt át, is tudták szorítani, most már tisztán második, több mint egy körre hátra, és egy újabb előzés a mezőny végéről, a versenyszám bajnokai, Tíger Endre és ifjabb Tíger Endre a segédhajtó, Dombovár Sütményi Ménes, most már élen van, Tíger Endre ismét bajnok lesz ezzel a fantasztikus kisméri félmér fogatával. Tíger Endre, Dombovár Sütményi Ménes 2022-ben a győztes a Kincsebusz fogatvágtán. Sütvénypusztára látogattam Tíger Endréhez. Endre, mielőtt bemutatnád a pusztát, bemutatnád ezeket a csodálatos lovakat, egy kényes kérdést szeretnék feltenni. Az idei esztendőben is én azt láttam, hogy talán nem mindenki szerette volna, hogy megnyerd ezt a versenyt. Erről nehéz lenne beszélni, mert senkit nem akarok kellemetlen helyzetbe hozni, de mindig úgy érzem, hogy ezek nem véletlenek. Egy ilyen verseny azért a győzelemről szól. A kicsit gyengébb versenyző az mindig megpróbálkozik valamivel. Ugye valahogy az élre kerülni. És hát ennek ezer fortéja lehet itt a lovas fogatolásba is. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit arra blazíroztak, hogy nekem nem tízesek, nagyon élénk lovai vannak. Ugye ezek nagy angol telivér vélhányokra rendelkeznek, ezek lovversenyre születtek, erre készültek életükbe, hogy a vágtán ők legyenek a leggyorsabbak, és ezt látja más is, és arra gondoltak, hogyha engem valahogy meg lehetne úgy fékezni, hogy előbb kiugorjak a starttól, akkor vagy egy kört mennénk, egy picit fáradt állapotban vagyunk talán, vagy visszarendelnének, ugye a szabályzat eszéri elő, hogyha valaki kiugrik a starton, akkor 20 méter térhátrányt kap. Hát velem ez történt, ugye, hogy nem tudtam olyan lassan bemenni a starthoz, így megbüntettek 20 méterrel, de hát így is úgy érzem, hogy ja, Lázár Zolit megkérdezték, hogy aki ennek a tulajdonosának az egész nemzeti vágtának és az egyik fővérnöke, őt megkérdezték, hogy ki itt az esélyes, azt mondta, hogy teljesen mindegy, tigerelődnek, hány méter hátrányt adnak, hogy akkor is megnyerni a versenyt, mert olyan felkészített fogadtal jött ide, akit úgy érzi, hogy szinte lehetetlen megverni. Hát talán ennyi, és hát tavaly se sikerült ennek a kis társaságnak valahogy megakadályozni ebbe, és hát az idén is. Úgy tudom, nagyon sokáig sikeres labdarúgó voltál. Hogy kerültél Sütvénybe, és a labdarúgás után hogy a lovasportot választottad? Hát én is labdarúgással kezdtem. Valóban így van. Mondhatnám azt, hogy 15 éven keresztül profi labdarúgó voltam. Az életem egyik meghatározója volt a futball, de a lóval hamar kapcsolatba kerültem, mert az édesapám itt volt Sütvénybe, még a Dőriek idejében, a 900-as években lovas ember. A nagyapám itt volt a Dőrieknél gazdatiszt, úgyhogy a ló az valahol a génekben volt, és alig vártam, hogy egyszer lóhoz közel kerüljessek. Aztán megadatott a 70-es évektől, hogy Dombovára kerültem a Fejét Pista híres fogatára segédhajtónak, és 18 évig szolgáltam a fogatot, és miután átalakultak a dolgok, a gazdasági dolgok, egy 10 éves osztrák kirándulás után oda kerültem, és ők is Sütvénnyel voltak szemben, hogy lehetne Sütvényt megvásárolni, mert akkor már láttam, hogy itt már gazvál minden, itt mindent bezártak, itt a lótenyésztést abba hagyták, és egy örök álmom volt, hogy a nagyszüleim nyomdokával lépve valahogy Sütvényt még egyszer, ha nem is felvirágoztatni, de egy kicsit valahogy a lótenyésztés szolgálata leállítani. És így történt, hogy 1916-ban meg tudtam vásárolni alsó Sütvényt a családommal, és
ebben a segítségemre volt, és van mai napig is a feleségem, hogy egy állapotos, és neki is álma volt sütvén. Gyerekkorában az édesapja révén nagyon sokat megfordult itt alsó sütvénbe, és álma volt egyszer sütvénbe kerülni tulajdonosnak, és hát a mai rótenyészésünknek a fő mozgatója az a feleség. Nagyon érti a genetikát, mint állatorvos. Próbáljuk azokat a dolgokat tenyészteni sütvénybe, amik hajdanán itt meggyökereztek. Ezek a nagyon finom jukkellóak. A Dőri ugyanezt a fajtát és formát tenyésztette. Van is egy dolgunk még abból az időkből. A fogatónak a jobb oldali úgynevezett rudasova, az egy sütvényi szárazék, a nagy szülei azok sütvények voltak, és meg is látszik rajta, hogy száruldozásra termett, igazi katonai huszáról. Úgyhogy így indultunk el sütvénybe, és hát most már én már 15 éve a lótenyészt és a sportszolgálata váltottuk sütvény. Hát kimerem jelenteni, hogy az országban az egyik legjobb fajta lovat tenyészük. Nem sokan hittek és hisznek a kisbélűre, de mi hiszünk ebbe a lófajtába, mert a mai modern sportban ezek a kiválatos lovak. Feleséged dr. Bukner Ildikó milyen szerepet vállal a lótenyésztésben? Ezek a lovak ilyen eredményeket nem tudnának elérni, ha nincs az Ildi, mert hát ugye ezeknek a rendszeres vizsgálata, ahogy mondod, ugye a rendszeres bélvizsgálatok, a különböző hiányoknak a visszavezetése, az abrakolása, a tréningen való izommunkákat szinte ő irányítja, hogy a felkészülésben ilyen munkába vegyenek részt. Sőt, azért még azt kevesen tudják, hogy 2 évvel ezelőtt ő volt a segédhajtó, mert az unokán belépett volna ebbe a körbe, ő állt a kocsin hátul. Ő ugyanilyen lovas embernek számít, mint én. Hát ő valamikor a távlovaglásban is nagyon szép eredményeket ért el, közép és hosszú távon nyert magyar bajnokságokat, nagyon komoly versenyeket 160 kilométeren is. Úgyhogy őnála ez az egész ló sportba való részvétel hát visszavezethető már 20 évre, vagy talán még annál többre is. Úgyhogy ő teljesen tisztában volt, hogy hogy kell felépíteni a lábert sportolat, úgy genetikai izomra, aztán takarmányozásra. Nagyon sokat segít nekem. Ja, én azt hiszem, hogy nélküle ezek az eredményeket nem lehetett volna hozni. Még egy tenyésztés folyik a családunkban. Ez a magyar agárnak a tenyésztése. Ezt a feleségem megint nagyon nagy szeretettel nardírozza és tenyészti. Elmerem mondani, hogy az országban az egyik legjobb kenel az övé, a szelek szárnyán kenel. Gyakorlatilag a szelek szárnyán kutyák mindent megnyertek ebbe az országba, sőt, elmerem mondani, hogy Európában is nagyon komoly eredményeket értek el, világgyőzelmek vagy Európa győzelmeket, sőt, mint többen csak kiállítással, mert ők már is voltak kutyáink, akik világgyőztes világbajnok kutyák. És a Dőriek ugyanígy tenyésztették az agarat és a falka vadászatra használták őket, úgyhogy érdekes módra a genetika az nem tudott meghazudolni bennünket. Ez a finom jukkelló tenyésztés és az agár tenyésztés is visszavezethető egész a Dőri egyig. Sütvénypusztára érkező vendégek emléktáblákat láthatnak a bejáratnál. Hát nagy szeretettel gondolunk a múltra, azokra az emberekre, akik itt ezt a sütvényt megalkották és továbbvitték. Itt ugye az emléktáblákon lehet látni, hogy már 12-16 vagy és a különböző világjátékokon sütvényi lóval vettek részt. De nem mennénk olyan 100 évre vissza, hanem itt a nem túl rég múlva és volt egy Sohaj néven hallgató kisbéri félvér, ami sütvényből származott, és nagyon komoly európai eredményeket ért el. Én nagyon szeretném ápolni, szeretnénk ápolni a múltat is, hogy akik itt valamikor lovagoltak, vagy lovat tenyészettek, most próbáljuk begyűjteni még azokat a régi dokumentumokat, felvettük a kapcsolatot például Hecker Walter doktorral, aki a kisbérről szóló, a kisbérű lóról szóló könyveket írta és publikálja, hogy a korabeli ménes könyvet még valahogyan juttassa el nekünk,
hogy hát a múltat nagyon kell ápolni ahhoz, hogy, hogy mondja a mondás, jelenben is tudjunk élni, anélkül mondjuk hát nincs jövő sem. Versenyen a műsorvezető úgy konferált fel, hogy Tiger Endre az öreg motoros. Egészséget kitűnő, szenzációs lovaid vannak, a versenyszámban mindent megnyertél már többször. Hogy érzed? Meddig szeretnél még motorozni? Hát ez egy jó kérdés. Egy futottam volt a galoppályán, a Kincsempakban Budapesten, és egy, a világ egyik legkülönösebb csupja lovag volt nekem, úgy hittek, hogy Kálai Pál. Kálai Pál, amikor megnyerte a Münchenbe a derbit Rodrigóval, akkor megkezdhető a német speakerről, hogy mondja Kálai úr, ő meddig tervezi a lovaglást, mert akkor volt Kálai Pál 70 éves. És akkor Pali azt válaszolta, hogy 100 éves koráig. Na és utána mi lesz? Hát akkor kezdjük előről. Hát én hasonlóképpen tudnám ezt mondani. Nem titok, ma 73 évet már betöltöttem, de 71 éve taposan. De egyelőre, amíg magamnak és a családomnak, barátaimnak örömet tudok okozni, és úgy érzem, hogy fizikailag is még bírom, még egyre nem terveztem, hogy befejezzem. Hát nem tudom, egy 4-5 év még úgy érzem, hogy szorul velem. És mindig vannak újabb tervek és kihívások. És a gondolatom, egy nagyon régi barátom, akit Egri Zoltánnak hívtak, sajnos már nincs köztünk, Szilás Rádnak volt a mélyes vezetője, és ő Európában egyedülállóan angol telivéreket fogatolt, senki más rajta kívül. És azt már régen eldöntöttem, hogy ebben a versenyben, ugye ő az angol telivére a leggyorsabb ló, hogy én angol telivéreket szeretnék egyszer hajtani, és úgy érzem, hogy most eljött az idő, egy lovunk már készen is van erre a feladatra, ő volt a harmadik ló, ő volt a tartalék lovunk az idén, és akkor amellé szeretnék most egy lovat még vásárolni, egy angol telivért, és a jövőre én úgy gondolom, hogy egy ilyen unikum fogadtató még előrukolni, hogy angol telivéket hajtanék. Mennyi sikerrel, azt még nem tudom. Ez egy kényes fajta ló, nagyon nehéz őket kocsiba szoktatni, de megpróbálnám. Ez van az igazi kihívás még számomra. Szeretném, ha bemutatnád azokat is, akik a legnagyobb szerepet játsszák az életedben. Hát ugye tudni kell, hogy kétszer házasodtam. Az első házasságomból van két gyermek, van egy lányom és van egy fiam. Hát a lányom az nem került közel a lósporthoz, de a fiam az igen. Sokáig sportolt, lovagolt, versenyben lovagolt. Aztán jöttek az unokák, abban mind a két unokám lovagol. Hát ugye Endi most együtt csinálja velem ezt a fogadhajtást. A második házasságomban született két kislányunk, Ildikóval, a két ikerlány. Hát mind a kettőnek jó komoly affinitása van a lovasporthoz, lovóhoz. Lovagolnak már mind a ketten, ők most 9 évesek. És valahogy úgy terveztük az egészségügyi itlétünket, hogy hát valakinek át kéne adni. Hát valaki az ezt a gyertőt fogja meg és vigye tovább, és most vagy a két ikerről talán mind a kettő vagy az egyik, mert hát tervezgetik, hogy sütvényben vagy milyen lomos iskolát fognak ők csinálni, meg hogy mivel fognak itt foglalkozni. De hát ugye még ott van a másik ágról is, a két unokám, hogy nem lehet tudni, hogy a sors milyen irányba veti őket, hát ha valaki ebben a családomban itt van a sütvényben, és tovább viszi ezeket a bugainkat. A nagyon hangulatos kis mini múzeumból menjünk ki a tanyára, nézzünk körül egy picit. Bemutatnám neked ezt a két lovat. Azt mondja, az egyiket úgy hívják, hogy Aurora Borealis. Ez Overdose-nak a lánya, aki most éppen vemhes, és hát itt tölti napjait ebbe a karámba. A párja, akivel együtt él, az pedig La Chaba, a szinte francia import angol telivér kanca, aki szintén most vemhes, és hát ezek ebben a nagy lombos füves karámba éldegélnek. Misha jelzi jobban a lótenyésztésünket, mint hogy az Agrártudományi Egyetem Keszthelyi kampusza most vásárolt meg tőlünk egy kisbéri félér kancát, amit szeretnének a jövőben a Nemzeti Vágtán mind versenyomat indítani. Úgyhogy azért előfordulnak ma már az ilyen vásárok
akik mondjuk keresik sütvényt, és ezt a típusú lovat szeretnék megvenni. Idén harmadszor voltunk a budapesti Csikó Championátuson, és az idén is prémium kategóriában nyertük. Itt áll velünk, van ezt szemben egy fekete angol telivér kanca, aki egy import, aki megnyerte a francia championátust, Bruges. Aztán itt van velünk még, aki egész évben mindannyi a kancamosok futatja már a zabot, Overdose-nak lánya, Aurora Borealis. De nem beszéltünk róla, hogy háromféle fajta lovat tenyésztünk, a kisbéri félvért, az angol telivért és a sportot. És akkor a telivér jerlingek felkerülnek a budapesti galoppájára. Tavaly még futott fönn Dőri Báró, egy nagyon jó mén, aki már az idén az ugrósportba vitézkedik. Aztán most mennek fel a csikók még a pályára. Sütvénypusztán örömmel várjátok a gyerekeket, időseket, a látogatókat. Készült egy csodálatos weboldal, amiről szinte mindent megtudhatnak az oda látogatók. Igen, hát tavaly felállítottunk egy projektet, ami hát nem csak ami rólunk szóljon, hanem egy kicsit egy tanárközönségnek is próbáljuk ezt átadni. Hadnásság, hogy ebből a lelakott romos alsó sütvényből azért valamit a hosszú évek során fel tudtunk építeni és mutatni, és ezért elképzeltük, hogy egy kis múzeumot hozunk létre, amire a múltat és a jelent próbáljuk megmutatni, amellett, hogy az istálók körül is számos olyan állatok vannak, amik egy kicsit kuriózum, legyenek szamarak, vagy kacsák, libák, vagy egyéb apró állat, lehessen pónit simogatni, vagy esetleg még pónira fel is ülni. Megvannak itt a hivatartási rendek, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy valamit azért még adjunk át másnak ebből a viszonylag csodálatosan szép helyből.